9%-a érintkezik a számítástechnikával, ebben nincsen semmi drámai effektus, úgy gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. Azért léteznek irányzatok, tehát van ez, hogy hullámzik, mert állítólag, és kíváncsiak itt is a véleményedre, hogy most a biozene, tehát a nem elektronikus zene, mondjál vagy minél egyet, kevésbé... Nem elektronikus, csak egyet mondjál. Az... Nem fog sikerülni mindegyik elektronikus. Amíg neked CD van a CD játszódban, az már egy elektronikus történet. Mm-hmm. Nem fizikai feszültségeket hallgatsz, hanem egy bináris számkódot hallgatsz. Nullákat és egyeseket hallgatsz. No, ez kétségtelen, azért van egy érzete a dolognak, tehát van, ami a Kraftwerk is CD-n van, meg mondjuk, mit tudom, Lajkó Félix is CD-n van. Tehát... Igen, de az utóbb említett művész, amikor hegedül, akkor nyilván nem lát ikonokat maga előtt, vagy mint egy számítógépes felületet, de amikor a fölvett hang a CD-re kerül, akkor útközben van egy számítógép. Tehát nem kell megijedni, jó kell használni az eszközöket. Ez sznobizmus azt mondani, hogy van a bio, meg a tiszta zene, és aztán van, amit hát az a számítógépes ketyerével csinálnak. Úgy gondolom, hogy nincs ilyen jellegű különbség. Jó zenét kell csinálni, és kész. Multimédiás anyagon semmi olyan nincsen, ami hagyományos módon ne létezne. Miért angolul énekelsz rajta? Ez egy angol kiadvány, ez az 5. angol kiadványom. Igen. Az a mániám, hogy miután beszélek és írok és gondolkodom is angolul, időnként a dalaimat angolul is megjelentetem, ezek nem fordítások, hanem kvázi új nekifutások egy-egy dal esetében. Ez nem sznobizmus, már bocs, hogy csak az előbb... Hogy beszélsz angolul, az nem sznobizmus. Nem, hanem hogy ezt így... Hogy deklarálod, hogy beszélsz angolul? Nem. Mi a dalok ugyanazok? Igen, ugyanazok a dalok, igen. Tehát a dalok zenei alapja általában ugyanaz. Viszont marha jó, hogy egy fél évvel, egy évvel egy megjelent magyar lemez után újból lehet gondolni egy-egy dal. Tehát a szövegek a legritkább esetben emlékeztetnek az eredetiekre. Angol nyelven. Nem sznobizmus angol énekelni Magyarországon. Ez egy ilyen magyar betegség szerintem, hogy... Ez csak egy valamit véleményeztem, ez egy értem, kérdés volt. Értem, hogy mire vonatkozik a kérdés. Egyáltalán nem tartom sznobizmusnak, hogy valaki egy ilyen nyelvet mondjuk beszél, vagy ezen hajlandó írni, és bátoran megszólal rajta. És beszéljen bár az ember bármilyen jól angolul, majd a nagy tudású kritikusok megírják, hogy ez miért. Na, azért felmerül a kérdés, hogy kinek? Tehát rendben, újra gondoltad angolul, megjelent, de hát azért gondolom, nem mindenki beszéli úgy az angolt, vagy gondolkodik angolul, aki esetleg Ákos lemezt megvenne. Tehát akkor kinek szól ez az album? Annál meglepőbb, hogy jelenleg a Mahasz lista 3. helyén van ez az album. Tehát, hogyha mindig az ember erre a üzleti eszére hallgatna, akkor nagyon nagy meglepetések érnék. Tehát sokszor kérdezik, hogy miért van értelme sok pénzt videoklipbe ölni, például, vagy miért kell ilyen, az is sznobizmus, ugye nagy koncerteket az Ákos, hogy miért kell ez egyáltalán kis országban. És akkor azt szoktam válaszolni, hogy azért kell, mert hogyha az lenne az igaz, hogy a kis ráfordítással, operett országban, operett műfajban előadott produkciók az igazán nagy kasza, hogy közkeletű szóval éljek, akkor nem szabadna tele legyen a BS az én produkciómra. Hopp, de tele volt eddig mindig. Akkor lehet, hogy mégis megéri gondolkodni, vagy nagyobbat álmodni, mint amit az ország mérete megenged. Lehet, hogy mégis megéri. És nem feltétlenül anyagi szempontból, hanem vannak más szempontok is. Hogy én 16 évesen álltam egy nagy nemzetközi hírű zenekarnak a koncertjén a BS-ben, és valami olyan produkciót láttam, egy életre megihletett, és azt mondtam, hogy én egész életemben, hogyha arra nekem esélyem lesz, és a jó Isten megsegít, akkor én ezt akarom csinálni. Függetlenül attól, hogy én Budapesten születtem, és ezek a helyi méretek ezt nem engedik.